Kedden kezdődött Bécsben az a klímakonferencia, amelyet Arnold Schwarzenegger, ausztriai születésű volt kaliforniai kormányzó szervezett. A konferencia előtt rendezett demonstráción körülbelül 17 ezeren vettek részt. Köztük sok iskoláskorú is, akik a Fridays for Future tüntetés sorozaton is részt vesznek. Nekünk embereknek együtt kell dolgoznunk, és együtt sikerülni is fog. Számítok rátok. Ha támogatok és 100%-ban velem vagytok, akkor azt mondom, visszatérek, mondta Schwarzenegger. Az idén harmadjára megrendezett konferenciát Alexander van der Bellen osztrák köztársasági elnök nyitotta meg, de beszédet mondott a 16 éves Greta Thunberg is. This is an emergency. Vészhelyzet van. A világvezetői nem foglalkoznak vele, de ha ők nem tesznek semmit, akkor majd mi fogunk, mondta az aktivista. A diáklány kezdte az iskolások klímatüntetés sorozatát, amelyhez világszerte sok diák csatlakozott. A svéd Thunberg azóta világhírűvé vált, és számos rendezvényre hívják felszólalni. Thunberg szerint nem szórakozásból kezdett tiltakozni, hanem azért, mert a felnőttek és a politikusok nem tesznek semmit. A konferencián részt vett Áder János, magyar köztársasági elnök is.